2013-ban indult a beruházás, amelynek során az önkormányzat tulajdonában lévő egykor szolgálati lakásként működő épületet újították fel. Az egyik részében úgynevezett fecskeházat alakítottak ki, szobákkal, fürdőszobával és konyhával, ahová olyan fiatal diplomások költözhetnek be, akik hosszú távon szeretnének káló semmilyenben élni és dolgozni. A beköltözők 5 évig lakhatnak a fecskeházban, és mindössze a rezsit kell fizetniük, illetve vállalniuk kell azt, hogy jövedelmükből havonta 10 forintot lak Takarék pénztárba fizetnek. A ház másik részében tájházat és kiállítótermet alakítottak ki, ahol a helyi népművészeti és egyéb értékeket mutatják be a látogatóknak. A beruházást uniós és hazai forrásokból valósították meg. 12 millió forintos támogatással, 7 millió forint volt a támogatásunk a fecskeházra, illetve 5 millió forint, majd 5 millió forint volt a kiállítótérre, mvh forrásból sikerült ezt megvalósítanunk. Az épület felújításába igyekeztek minél több helyi vállalkozót bevonni, így az új tető, a kőműves munkák, illetve a burkolás is a helyi mestereket dicséri. Az átadó ünnepségen részt vett Budai Gyula a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, aki azt is elmondta, hogy vidékfejlesztésre több mint 3,5 milliárd euró áll majd rendelkezésre a következő 7 éves uniós ciklusban, ami jelentősen több, mint az előző években. Ez a pályázatom líder pályázat keretében valósult meg a vidékfejlesztési pályázatok keretében. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy 2010 után vidékfejlesztési forrásokra igen keveset hagyott az előző kormány, mi igyekeztünk ezt hasznosan elkölteni, de jó hírem van, 2000 14 és 20 között körülbelül 3,5 milliárd euró lesz vidékfejlesztésre, és óriási lehetőség lesz az ilyen jellegű beruházásoknak a megvalósítására. A települések tudnak pályázni, és valóban a következő költségvetési ciklusban egy vidék túlsúlyos pályázati lehetőség nyílik meg a vidéki települések részére. A Fecskeházra márciusban pályázatot ír ki a Káló Semjéni képviselőtestület. Olyan fiatal diplomások jelentkezését várják, akik hosszú távon szeretnének a településen élni és dolgozni.